a kistestű kutyáknak a bőre és szőrzete általában érzékenyebb a nagytestűeknél. Ez miért fontos? Azért fontos, mert a kistestű kutyusok azok megfázásra, áthűlésre, egyáltalán kihűlésre jobban hajlamosak a nagytestűeknél. Ezért nagyon fontos, hogy mindig megfelelő szőrzettel, szőrtakaróval rendelkezzen. Különböző bőrbetegségekre jobban hajlamosak általában a kis testű kutyák, és vannak speciális hormonbetegségeik is, ami kihatnak a, bőr és a szőr állapotára. Gondoljunk itt a Cushing betegségre például. Érzékenyek, kifejezetten érzékenyek, talán így mondanám, kifejezetten érzékenyek a telítetlen zsírsav hiányra, amely, amelynek a pótlása egész egyszerűen halolajjal is jól meg tud történni, de vannak erre speciális készítmények is, amelyek jó minőségben és megbízhatóan pótolják a terítetlen zsírsav igényét, és a, kielégítik a zsírsav igényét a kutyusnak. Más szőr-bőrtápláló anyagok hiányáról is érzékenyek, a réz, a cink és a, a kis mennyiségű A-vitamin is ide tartozik azért azok közé az anyagok közé, amelyeknek a pótlásáról, vagy pedig hát egyáltalán az, a, az elérhetőségéről mindenki gondoskodnunk kell. Milyen tünetek esetén forduljunk feltétlenül állatorvoshoz? Ha szörhullást látunk, és ez akár foltos szörhullás, vagy általános szörhullás, akár szimmetrikus formában jelentkező szörhullás az áton, ez mindenképpen a kis kutyánál egy, egy súlyos dolog, és mindenképp érdemes minél hamarabb állatorvoshoz fordulnunk. Ha kipirultnak látjuk a bőrét a kutyának, esetleg egy adott ponton erőteljes vakaródzást észlelünk, és gyakori a kisállatokon, hogy a bőr egy adott területen megvastagszik, bársonyossá válik, pigmentáltá válik, vagy túl pigmentáltá válik, besötétedik magyarul. Ez is ö, olyan tünet lehet, ami miatt állatorvoshoz kell fordulnunk. Az állandó korpázás is egy olyan ö, hiány betegségre utaló tünet együttes, amit érdemes orvosolni. Ez is állatorvosi segítséget igényel legtöbb esetben. Ha fénytelennek, száraznak, túlságosan száraznak, vagy éppenséggel túlságosan zsíros tapintásúnak kitéljük meg a szőrzetét az állatnak, akkor ez is ok lehet az állatorvosi vizitre. Különösen érdemes időnként átnéznünk, különösen a fehér kutyáknak, tehát a kistestű fehér kutyáknak a hónai és a lágyéktájék bőrét itt tapasztalhatjuk a leggyakrabban az elsődleges jeleket a bőr és a szőrzet jelentős megváltozásához.